Mi a hadik irodalmi szalon töretlen népszerűségének a titka? A téma a hely vagy az irodalom szeretete? Nehéz lenne eldönteni. Ami viszont biztos, hogy a kulturális estek évek óta teltházzal működnek itt Újbudán. 5 éve nyílt újra a hadik kávéház, ez alatt az 5 év alatt több mint 55 beszélgetős összművészeti estet, több ezer látogatót vonzott a hadik irodalmi szalon, ahova mindig különleges eseménnyel várják az irodalombarátokat és a vers szeretőket. A szalon titka a szabadság. A szervező Juhász Anna olyan témákat választ meg, olyan alkotókat mutat be, akiket fontosnak tart, olyan könyveket, olyan előadásokat, amik meghatározóak számára. És olyanoktól búcsúzik a maga módján, akik közel állnak hozzá. Ez a titka annak a kulturális összejövetelnek, amely minden hónapban teltházzal működik. Hát én nagyon remélem, hogy az a titka a hadik irodalmi szalon sikerének, meg minden olyan irodalmi rendezvénynek, amin én van szerencsém részt venni, akár szervezőként, akár vendégként, hogy az emberek szeretnek olvasni, és az embereket érdekli a kultúra, érdekli az a világ, amiben benne élünk, és hogy igenis azt gondolom, hogy mindenki mondhatja azt, hogy már nincsen szükség közösségekre. Az látszik ezen a közösségen is, ami itt van a hadik kávéház, a több mint 5 éve, hogy nagyon fontos az, hogy egymás szemében nézzünk, nagyon fontos az, hogy értékek és művészet mentén kezdjünk el egy diskurzust, vagy indítsunk el egy beszélgetést, és ez talán ebből a szempontból mindegy is, hogy én beszélgetek valakivel, de hogy gondolatokat szeretném, hogyha az emberek hazavinnének, és ez a mai este nyilván nagyon fontos a családunknak, meg nekem is nagyon fontos, de hogyha a zene, a versek, vagy az emlékezésből mindenki a maga képét hazaviszi, most épp Juhász Ferencről, de 5 éve, hónapra mindig más személyekről és más témákról, akkor ez nem csak nekem, hanem nekünk szervezőknek boldogság. A jövőbeni kulturális összejövetelekről, valamint a témákról a hadik irodalmi szalon Facebook oldalán tájékozódhatnak.